Hágedűs Pétertől, a győztes csapat vezetőedzőjét szeretném megkérni, hogy értékelje a ma este látottakat. Azt gondolom, hogy egy közepes teljesítmény nyújtott ma a csapatunk. Volt egy-két olyan aspektus a játéknak, amelyben nem sikerült elvégeznünk a feladatot. Támadásban egyszer-egyszer lemaradtak azok az csapatok, amiket valójában minden nap gyakorlunk, és hogy egy picit még üresebb dobóhelyzeteket kreáljunk egymásnak, úgyhogy azt gondolom, hogy ez szintén ad feladatot a jövő hétre, de természetesen örülök a győzelemnek, és most a hétvégét így pihenéssel tudjuk tölteni, és jövő héten újult erővel készülünk a Peac ellen. Köszönöm szépen. Mészárosné Kovács Andreától szeretném kérdezni, hogy az én meglátásom szerint egészen a negyedik jól tartotta magát a Beac, sőt 10 pont környékén maradtak végig, és ott volt egy olyan pillanat, amikor látszott, hogy a játékosok mintha kifulladtak volna, és szegény embert az ág is húzza, még a gyűrűből is mindenki felé pattant. Én ezt a harmadik negyednek a második felében éreztem. Mint sebességben, mint fizikálisan elléptek mellettünk, és ezt nem bírtuk el fejben sem. Ugye, amikor tényleg azok a dobások is kimaradnak, amik már épp már úgy látszik, hogy kosarat dobunk, és nincs sikerélmény, akkor ugye a kitartás még inkább lankad. Én azt gondolom, hogy nem volt egy magas színvonalú mérkőzés. Még az iramát sem mondanám, hogy magas színvonalú lett volna, vagy magas fokozatú lett volna, úgyhogy nem nagyon értem az egészet. A sérülés hullámunkból nem nagyon tudunk még kilépni, ez ugye egy mókuskerék azzal, hogy az edzéseken sem tudunk úgy dolgozni. Nagyon várjuk, hogy a két sérültünk az meggyógyuljon, és aki ma sem játszott, a Gábor Lili is visszatérjen a csapatba, mert rengeteg energiát tudna mozgósítani. Ez az energia nagyon hiányzott most a csapatból. Köszönöm szépen. Dúl Terkától szeretném kérdezni. Terka, te ma minden téren előjártál a csapatban. Mi volt ez a rendkívüli teljesítmény, amit tőled láthatunk a pályán most mindenféle cinizmust mellőzve? Hát köszönöm szépen. Mindenképpen ki szerettem volna javítani azokat a hibákat, amiket előző héten a Sopron ellen csináltam, vagy inkább így csapatszinten is, amit csináltunk. Szerintem támadásban ez sikerült, hát védekezésben sok pontot kaptunk, azon szerintem mindenképpen szeretnénk javítani, illetve ahogy a Peti is mondta, a Beasznak sok támadó lepattanót engedtünk, ezen azon leszünk, hogy ezeket kijavítsuk, és hát, de azért örülök, hogy a győzelemnek, hogy így kellett nekünk az előző heti zakó után. Köszönöm szépen. Tóth Franka, zárásképpen. Te hol érezted azt a mementót, ahol kicsúszott a kezetek közül az irányítás, mondhatni így a vége felé? Ahogy Andi is mondta, ez a harmadik negyedben nek a második fele volt, ami szerintem ott volt az a pont, amikor tényleg elengedtük az ellenfelet, hogy csináljanak, amit akarnak. Úgy gondolom, hogy addig tényleg meccsben voltunk, de sajnos a védekezésünk volt az, ami ma nem működött jól, nem tudtunk a 2-2-ig ellen megoldást találni sajnos ma.